Európa a kereszténység nélkül csupán egy földrajzi fogalom lenne. A kereszténység a hit hozzátartozik a mindennapjainkhoz. A kormány az elmúlt évek óta ezért is támogatta régi keresztek felújítását és újak felállítását, mondta Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a hétvégén Ladományban megrendezett keresztentelő ünnepségen. A bonyhádi német önkormányzat 3 keresztnek a felújítását kezdeményezte, illetve erre adta be a pályázatát. Egyrészt itt Ladományban, másrészt pedig Bonyhád végén a Zombai Teveli út elágazójában is a Bonyhád-Varasdi tetőn régi keresztek voltak, azokat kellett felújítani. 3 millió forintot nyert el ebből a célból. Az államtitkár szép gesztusnak tartja, hogy az utókor felújítja a több mint 100-150 éves kereszteket. A bonyhádi német önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként újulhatott meg a kőkereszt. Köllerné Koch Ilona elnök egyben az országos német önkormányzat tagja is. Szerinte a németség mindig is vallásos volt, ezért tudtak megmaradni évszázadokon keresztül a nehézségek ellenére is. A világháborút, a kitelepítést, a Málenki robotot mindig a vallás segítette őket tovább, és a keresztállítás is azt mutatja, hogy vallásosak voltak. Ha valami bánat érte őket, vagy valami öröm, akkor egy keresztet állítottak. Ennek vagyunk tanúi most itt Ladományban. A ladományi keresztet Markovics Milán mórvezető kiemelt tábori lelkész pasztorális helynök szentelte meg.